Startra indultak a nyeretlenek, méghozzá összesen 11-en, és az indítás követően rögtön az egyik favorit kezd hibával, Destro Firm, de Annának is gondjai vannak, mind a ketten esély nélkül folytatják, ha egyáltalán folytatni tudják. Anasztázia pedig csak úgy, mint a melegítésnél, hát rettetesen púlozik, és nagyon-nagyon száguldana, hát már most van egy jó 10-15-20 méteres előnye. Anasztázia, tehát rettenetesen bekezd, mögötte Zója vezeti az üldöző bolyt, Apollo eljött hiba nélkül a starttól, és ott van egészen közel a harmadik pozícióban, mögötte Zita Georgia indulására sem lehet panasz. A folytatásban Angelo Aragor World kívülről Zippy Boy következik zárkózott társaságában, Destro Fan pedig nagyon-nagyon messze. Kérdés, hogy Anasztázia bírja végig, persze eddig is feltettük ezt a kérdést. Kétszer volt egymás után harmadik, egy körrel a végét 20 méterrel vezet, Márton Lajos idomítottja. Zita Georgia bontakozik ki, és Apollót, valamint talán most már Zóját előzve jön lassan fel a második helyre. Az üldözőboly mögött van, egyelőre Zippy Boy, Aragor Work, aztán jön Angelo, zárkózott, Moris Tuma, illetve a hibáját korrigálni próbáló Anna. Amikor az utolsó 1000 méterre érnek a nyeretlenek, akkor azért csökkenni látszik Anasztázia előnye, most már korán sem tűnik annyira erősnek, Apollo pedig kiszáll onnan a harmadik, negyedik pozíció környékéről, hibázik, miközben Anasztázia hirtelen teljesen elkészül az erejével, nem, hogy végig nem bírja, szinte teljesen feltart a kiállathoz érve, hogy az Zita Georgia elsétál mellette. Belül Anasztázia mellette most már Zita Georgia az első két helyen, jönnek most már a többiek, legalábbis akik még közel vannak, mert hát nagyon-nagyon szétesett a mezőny, ott van Zippy Boy, és ott van Zója még viszonylag közel, a háttérből Apollóval próbálnak ismét elindulni, hát nagyon-nagyon ketté, sőt három része szakad a mezőny. Anasztázia nem tud jönni, ez egyértelmű, Zita Georgia könnyen sétál az élen, Zippy Boy lehet egyedül az ellenfele, a Zója pedig remek versenyt futva, talán egy dobogós helyezést meg tud magának csípni, bár a háttérben Anasztázia próbálja felrázni Márton Lajos, Apollo, Aragor Work és Anna vannak még, hát viszonylag közel. Zita Georgia könnyen kézből vezet, és nagyjából három osz az előnye, Zippy Boy-jal szemben, Zója mögött a harmadik, Apollót pedig úgy látom, hogy diszkvalifikálták. Amikor az utolsó 150-re ér a mezőny, akkor Zita Georgia, illetve mögötte Zippy Boy küzdhetek a győzelemért. Zippy Boy elindul, és Zippy Boy felmegy az utolsó 100-hoz érve Zita Georgia mellé. Zita Georgianak gyorsítani kell, Zippy Boy támadja, Zita Georgia belül, mellette Zippy Boy, és Zita Georgia nem tudja lereagálni ezt a támadást. Zippy Boy nyeri a futamot Lakatos Árpáddal, Zippy Boy, Zita Georgia, Zója lesz a harmadik, Anasztázia végén összeszedi magát, ő lesz majd a negyedik, Anna, Aragor, Work és Angelo előtt.